Hónapok óta tart az illegális bevándorlók beáramlása az országba. Több helyen is menekülttáborokba szállítják a hazánkba érkezőket. A röszkei hangárok környékén kialakított gyűjtőhelyen több sátrat is felállítottak. Itt a mai napon körülbelül 1200 embert őriztek és láttak el, de ez a szám olykor a 2000-et is eléri. Ásotthalom és Mórahalom környékén, az utak mentén és a városokban is kisebb-nagyobb csoportok vertek tábort. A helyiek aggódnak a beérkező nagy létszám miatt, valamint azért is, mert útközben hatalmas szeméthegyeket hagynak maguk után. Nem tud az ember mit csinálni róluk, mert azért akárhogy tiltakozik az ember, akkor is átgyűnnek. És akkor hát bizony fél az ember, mert sok mindent hall. Kicsit távolabb vagyunk a központhoz, de ott is dobálták bele a szennyesüket a zárokba, a szennyvizes árokba, meg minden. Nem tudom. És az ember tart tőle, hogy valamit behoznak. Betegséget, vagy akármit. Én már attól tartok, hogy ez a sok olyan embert is behoz, akit nem kéne. Az ide érkező több ezer bevándorló már több alkalommal okozott problémát, került összetűzésbe a lakossággal, vagy a rendőrséggel. Én nekem az a véleményem az egészről, hogyha én elmegyek egy másik országba, az ott be kell tartanom azt, ami ott van. Akkor aki ide gyűn, az is tartja be azt, ami itt van. És akkor néha akarjanak még ők hangoskodnak, hogy mert csak ennyit adunk nekik, meg ennyit kapunk, hanem én úgy gondolom, hogy őnekik is a saját problémáinkat otthon kéne megoldani, vagy ha nem, azt én avval is egyetértök, hogy akinek muszáj menekülni, az meneküljön, de az, hogy ők fölényösen akarjanak nekünk parancsolni, mikor mink vagyunk itthon, ez az én nekem úgy gondolom, hogy ez nem így kéne. A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság információja szerint a tegnapi napon 1896 illegális határátlépőt fogtak el. Szerdán ugyanez a szám a 3000 volt, amely az eddigi legtöbbnek számít. A rendőrség folyamatosan figyeli a magyar határ környékét, ahol naponta átlagosan 1500-1800 embert fognak el.